A cél tehát az, hogy meglegyen az ellenzék jelöltje, erről szól az előválasztás. Vélhetően meg lesz az áhított vagy elvárt 50 ezer szavazat is. Ugye a heti napló után nagyszabású élő vitassó lesz az ATV választási stúdiójából. Kapcsolok majd oda is mindjárt, de most nézzük, hogy mi alapján szavaznak az előválasztók. A személyiség számít, vagy a program? Mi alapján szavaz? Programok alapján, vagy támogatói párt alapján? Hát az, az igazság, hogy én az Olgát imádom, mióta megláttam először is őt, egy annyira strong nőnek tartom, és sok ilyen kellene a parlamentben. Mi alapján szavaz? Program alapján, párt alapján, személy alapján? Személy alapján. Ki a legszimpatikusabb? Meg se nézi a programon. De azt megnézi. Megnézi azért. Természetesen. Párt személy program alapján mindet együtt véve. Program alapján. Melyik tetszett a legjobban, melyik a leghitelesebb? Az elmúlt évtizedben elszoktunk attól, hogy programok alapján válaszunk, de most az előválasztáson nagyon is fókuszba került, így az elmúlt két hétben sorra mutatták be a jelöltek a terveiket. Budapestnek van egy csodás és jól marketingelhető arca, ugyanakkor rengeteg problémája is, amely a szakértő szerint teljesen legitimé teszi, hogy szülessenek részletes víziók. Azért, hogy tényleg... Egyértelműen látszik, ez a város koszosabb lett 2010 óta. Látszik az, hogy a közösségi közlekedésünk magára van hagyva. Látszik az, hogy a légszennyezés tulajdonképpen a gazdasági válság véget értével meredeken elkezdett nőni, azóta, hogy ismét többen engedhetik meg maguknak akár az autózást, akár az a rendszeres tankolást, az érezhető a város levegőjében. Budapest az Európai Unió egyik legszennyezettebb levegőjű fővárosa. Nem lehet azt mondani, hogy nincs nagy baj. Ingyenessé fogom tenni 18 éves korig a BKV közlekedést. És a vállalásom az, hogy havonta pedig 10 a Roncsderbi parkba tartozó BKV buszt elektromosra fogunk cserélni. Legyen az agglomerációban lakóknak, meg a fővárosban lakóknak egy olyan integrált bérletük, amit tudnak a BKV-n használni, a Bubin használni, adott esetben valamilyen közösségi autószolgáltatónál használni, és ezzel lehessen egy kicsit könnyíteni a közösségi közlekedésnek a gyakorlati kihívásait. Minden felnőtt lakos egyfajta támogatást igényelhet, és ezt eldöntheti azt, hogy ezt mire használja. Arra használja, hogy a közösségi közlekedésben egy olcsóbb éves bérletet tud venni, vagy pedig arra használja, hogy parkol. Kerpel Frónius Gábor, vagy ahogy a kampányanyagokon nevezik az egyszerűség kedvéért KFG, 55 oldalas programot mutatott be. Kálmán Olgáé 30, míg Karácsony Gergelyé 14 oldal. Kálmán Olga programjában van a legtöbb forintosítható ígéret. Kerpel Fróniuszéban vannak a leginnovatívabb javaslatok, Karácsony Gergelyé pedig a legzöldebb program. Most a dömpingbe kaptuk a fővárosi programokat, és talán az első kritika az volt az első vita után, hogy a világ pénzét elköltötték pár mondatba. Így van? Én nem gondolom ezt, én azt hiszem, hogy ugye ezeknek a programoknak a nagy része irányát, témáit tekintve, szükséges fejlesztéseket tekintve szerintem 80%-ban nagyjából megegyeznek. Ez azt mutatja, hogy jól láthatók, jól körülhatárolhatók azok a problémák, amelyek az elmúlt 9 évben Budapesten nem oldódtak meg, vagy akár újonnan keletkeztek. És akkor nézzük, melyek ezek a jól körülhatárolható problémák, amelyek az összes jelölt programjában megjelennek. Ilyen a korrupció, a közlekedés beleértve a buszok állapotát, vagy épp a parkolási helyzetet. Ilyen a klímaváltozás és a lakhatási krízis. A vitán is ezekről esett a legtöbb szó. A többi programpontban hangsúlykülönbségek vannak, de így úgy minden jelöltnél megjelenik a szabadság, demokrácia kérdése, a közterületek fejlesztése, zöldítése, új városközpontok létrehozása. A Momentumnál megjelenik a robotizáció és Budapest egyetemi városként és tudományos központként kezelése.
Kálmán Olga programjában is megjelenik a tudomány, kultúra, oktatás témakör. Az egészségügy pedig csak nála jelenik meg, ami leginkább annak tudható be, hogy ez egyébként nem fővárosi hatáskör. Így kérdés, mit érhet el egy főpolgármester ebben? Karácsony programjában a Tiborcadó és a közlekedési alapjövedelem a két egyedi hívószó. Menet közben nem szívesen szólalok meg, mert ez nem az én mérkőzésem. Várkonyi Gyula kollégámnak azért csak sikerült pár mondatot kihúzni a Tarlósból a jelöltek programjáról. Nem kizárt, hogy az előválasztást egy előorvosi vizsgálatnak kellett volna megelőzni. Nem tudom, valaki összeadta már, hogy ez az ígéret, dömping mibe kerül? Mibe kerülne, nem beszélve arról, hogy a tekintés részének ábóvó törvényi akadálya van. És akkor mielőtt visszatérünk az előválasztásra, nézzük meg azt, hogy az előválasztás győztesének kikkel és milyen programokkal kell majd a valódi választáson megmérkőznie. Tarlós Istvánnak utoljára kötött, nyomtatott részletes programja 2009-ben volt. A Nemzet Fővárosa címre hallgató 133 oldalas program egyébként újra leporolható, mert bőven találni benne még olyan pontot, amely 10 év elteltével sem teljesült. Ilyen például a levegő minőség javítása, a Duna jobb hasznosítása és a rakpartok megközelítésének rendezése, vagy a zöld felületek beépítésének leállítása. Tavaly ősszel kérte fel a miniszterelnök Tarlós Istvánt, hogy vállalja még egy ciklusra Budapest vezetését. Akkor a terveiről ezt mondta a főpolgármester. Szabad ígérni kedvezményeket, szabad handabandázni a politikai marketingben, de az ígéret legyen hihető és teljesíthető. Olyat ígéri, amit garantálni tudsz. Egy hónappal később már 15 pontos megállapodást is aláírtak. 1000 milliárdos nagyságrendben és évtizedes távlatban gondolkodunk. Arról, hogy az 1000 milliárd mit takar, csak néhány interjúból van sejtésünk. Tarlós beszélt két új Dunahídról, a Lánchíd és a rakpartok felújításáról, a Népliget és a Nyugati tér átépítéséről, hívfelújításról és új villamosvonalakról is. Átfogó közép-hosszabb távra gondolkodó programot, vagy akár csak egy tök rövid távú akciótervet én Tarlós Istvánnál most sem látok, azt fogja majd csinálni, amit engednek neki. Most úgy tűnik, hogy nem csak Tarlóssal és az ő programjával kell megmérkőzni, de végül se Puzsér Róbert, se a liberálisok jelöltje Sermer Ádám nem indult az előválasztáson, így ősszel akár ők is ott lehetnek a szavazólapon. Ha lesz előválasztás, én elindulok. A Karácsony Gergely lesz, és ő hívja ki Tarlós Istvánt ősszel, akkor én is ott leszek az szavazólapon, ez feltett szándékom. Puzsér Roberttől egyébként kértem interjút. Azt mondta, hogy augusztus 10-éig nincs Budapesten, de utána ígérete szerint ad interjút. A 444-nek így is adott. Abban azt mondta, egyedül Kerpel Frónius Gábor javára lépne vissza. Hasonló a helyzet a liberálisok jelöltjével. Az előválasztáson azért nem indul, mert helyi szinten úgy tűnik, a Jobbikkal is lesznek megállapodások. De őszig bizonyos feltételek mellett még lehet meggondolja magát Sermer Ádám és visszalép. Az, hogy milyen feltételekkel lépek én vissza, ez most még egy kicsit korai lenne. Azért most még egyelőre áll 3 olyan jelölt ebben az előválasztásban, akik azt gondolom, hogy mind a 3 esetében más-más a lehetősége és a végkimenetele egy esetleges megállapodásnak. Az első napok felvételei a sorokról, de az adatok is azt mutatják, hogy nagy érdeklődés van Budapesten az előválasztás iránt. Akkor is, ha már érkezett néhány kifogás. Például, hogy a sátrakban nem automatikusan biztosított a titkos szavazás. Az online rendszer pedig döcögősen indult, sokan csak másfél nap késéssel, péntek délutántól tudták ott leadni a szavazatukat. A jelöltek 26-án délig még biztos intenzíven kampányolnak, utcán, buszon és tévéstúdiókban. Itt lesz Karácsony Gergely az MSZP párbeszéd képviseletében, Kálmán Olga a DK támogatásával, és a Momentumos Kerpel Frónius Gábor is.
Hiába a rekkenő hőség, hiába a tűző nap, bő fél órája mióta itt vagyunk a Szent Kálmán téren, folyamatos a sor az előválasztó sátorhoz. Hogyha abból indulunk ki, hogy télen is majd 30 ezeren szavaztak, akkor minden bizonnyal meg lesz a várt 50-60 ezer szavazat. Ez volt egyébként Puzsér Róbert egyik feltétele, de ő aztán mégsem vett részt az előválasztáson. Így nagy kérdés, hogyha jövő hét szerdán lezárul, akkor mire lesz az elég a végső októberi szavazáson? A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták.